Köszöntöm kedves nézőinket! Naponta több órán keresztül énekeltek a Kalocsa Kamara kórus tagjai. Kórus tábor volt ugyanis, ahol nem csak a saját vezetőjükkel dolgoztak, hanem egy vendégkarnaggyal is. A heti egy próba kevésnek bizonyult, hiszen sok helyen kell fellépnie a Kalocsa Kamara kórusnak. Nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen egy kórus táborunk, amikor intenzíven tudunk effektíve kurzusszerűen készülni az előttünk álló évadra. Ugye egy évad folyamán nem tudunk ugyanúgy felkészülni, amikor szerepléseink is vannak, és egyre több szereplésünk van, hála Istennek, de kellenek olyan időszakok is, amikor tényleg igazi műhely munkaként tudunk próbálni és gyakorolni, és pont ezért hívtam egy vendégkarnagyot Szolnokról, egy kolléganőmet, aki segíti a mi munkánkat, és segít haladni nekünk, segít fejlődni hangképzésben, repertoárban. Úgyhogy ő is dolgozik az énekkarral, és én is, így közösen csináljuk. Mire elegendő ez az egy hét? Mennyivel lesz több a kórus pénteken, mint mondjuk, mint ahogy hétfőn volt? Csapatépítésben nagyon sokat számít, azt kell mondanom, ez a pár nap. Szakmailag pedig ízelítő mindenképpen. Úgy csináltam, hogy minden este másik zenei korszakhoz köthető. És így minden este folyamán az adott zenei korszakhoz köthető darabokat tanunk, illetve másféle énektechnikát is, levegővételt, másféle hangsúlyokat, egyszerűen más a zene felépítése, amivel ilyenkor találkozunk, és ilyenkor ezeket gyakoroljuk az adott darabokon. Milyen föllépésekre készültök, mi lesz mondjuk az elkövetkezendő néhány hónapban? Van már néhány konkrét fellépésünk is, és van, ami mindig képlékeny, amiről még nem tudunk, vagy csak bizonytalanul tudjuk. Ezeket majd meglátjuk. Hogyan áll neki akkor a munkához, hogyha egy teljesen ismeretlen kórussal kell dolgoznia? Az a tapasztalatom, hogy bármennyire ismeretlen, a zene az mindig ugyanaz. És általában a nehézségek is ugyanazok egy kórusnál, de mindent gördülékenyen meg lehet oldani. Különösen minél több tapasztalata van az embernek, annál inkább ráismer lehetőségekre, meg helyzetekre, és nagyon jó dolgozni ezzel a kórussal. Itt most az elmúlt napokban mi mindent tudott megvalósítani ezzel a kórussal? A karvezetőjükkel hatalmas repertoárt állítottunk össze új művekből, amit a következő évre, illetve évekre tervez a kórussal. Ezeknek az intenzív énekkari heteknek ez a funkciója, hogy sokkal nagyobb dózisban lehet tanítani. Mert a napról ugyanúgy, mint a nyelv, vagy bármilyen más területen az intenzív munka, az sokkal hatékonyabb, mint a hétről hétre való találkozások. Azok, akik nem énekelnek, azoknak úgy gondolom, hogy kicsit ez valami misztikus dolog, hiszen ahogy ide bejöttünk, beléptünk, mi jól hallottunk, ő meg mindig leállította az embereket, és mondta, hogy máshogy azt a szót, másmilyen érzése. Ez a szakma minősége. Tehát, és ez a karvezető múlik, hogy mennyire igényes a szakmájára vagy a zenére. Mi ezt tanultuk, amikor erre a hivatásra készültünk, és hát a karvezetőnek kell hallani ahhoz minden kis apróságot, hogy végül, amikor már nyilvánosság elé kerül egy kórus, akkor a legmagasabb minőséget tudja a legértékesebb zenékből a közönség elé adni. A Kalocsa Kamara kórusnak miben kellene még esetleg fejlődnie? Mi az, amitől még jobban szólhatnának? Hát csak a folyamatos munka, mert a többi kórus sem más, mint ők. Sőt, nekik akkora a lelkesedésük, és olyan nagy intenzitással tudnak énekelni, hogy ez nagyon megkönnyíti a karvezető munkáját. És mindent akarnak, és gyönyörűen dolgoznak. Miben más egy-egy ilyen próba, mint amikor a rendszeres heti összejöveteletek van? Annyiban más, hogy egészen másról szól ez. Tehát éppen az a jó benne, hogy amíg a heti rendszeres, rutinszerű próbákon arra törekszünk, hogy megtanuljunk darabokat, előadásra fölkészüljünk, addig ennek a kurzusnak éppen az a célja, hogy minőségileg jobbak legyünk. Tehát a rengeteg hangképzési technika, amit most megtanulunk, meg nyilván már van a tartsonyunkban jó pár, ezeket összeötvözve nyilván sokkal eredményesebbek, meg hatékonyabbak lesznek, hogyha technikailag jobbak vagyunk, akkor gyorsabban tudunk készülni, és minőségibb lesz a hangzás. Te mióta vagy a kórus tagja? 21 éve, igen, az alapítás óta.
Mi motivált arra, hogy egy kórushoz szeretnél tartozni? Miért léptél ide? Először is azért, mert énekzeneisek voltunk, és minket ez annyira sínre állított akkor, hogy szinte mindannyiunk életében hiányzott ez a közösség és a közös éneklés. És aztán, amikor a katolikus iskola átadása megtörtént, akkor az az alkalmi egy összejövetel, az úgy folytatódott tovább, és mindenki számára ez természetes volt, hogy nem megyünk szét, hanem folytatjuk. Milyen érzés van benned ennyi év után, amikor egy-egy föllépésen oda kell állni a közönség elé, és meg kell szólalni? Először is nagyon izgulunk, hogy azt nyújtsuk, amit elvárnak tőlünk, de hát ez egy leírhatatlan érzés, nagyon-nagyon jó. A koros tábornak a Dózsa György középiskola biztosította a helyszínt. Igazi andalusz dallamok varázsolták el a kalocsai közönséget a kamarateremben, hiszen nálunk adott először Magyarországon koncertet Carlos de Pepa, flamenco gitáros énekes. Carlos de Pepa andalusz flamenco zenés családban született, így a flamenco zene világában él. Az elmúlt időszakban több spanyol tehetségkutató, valamint egyéb más zenei versenyt nyert meg hazájában, melyek révén egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Első alkalommal lépek fel Magyarországon, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Szívélyes fogadtatás várt, és ezúton is köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek, és zenélhetek a kalocsai közönségnek. Estoy encantadísimo de estar aquí y seguramente creo que es uno de los sitios donde llegué y he dicho nada más llegar he dicho tengo que volver. Soy español. Ma este minden a szívemből fog szólni, és nagyon izgulok. A koncert ötlete Cserenko Gábornak, a kalocsai könyvtár munkatársának köszönhető. Az ő halásztelki kapcsolata révén muzsikálhatott most városunkban a kiváló zenész. Fiatalos lendület és jókedv jellemzi koncertjeit, melyeken a tradicionális művek mellett saját szerzeményei is elhangoznak. Koncertje az idei nyár egyik érdekes színfoltja volt városunkban. Bajo el árbol deshojado donde un día la besé, hoy al verla envilecía y a tus brazos entregada, fue tan una puñalada y de celo me cegué. Yo te juro vida mía, no consigo convencerme, cómo pude contenerme y no matar, no la maté. Hoy al verla envilecía y a tus brazos entregada
fue tan inapuñalada y desde luego me cegué. Yo te juro, vida mía, no consigo convencerme. ¿Cómo pude contenerme en una vez no le maté? Yo te juro, vida mía, no consigo convencerme. ¿Cómo pude contenerme? Ay, 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 no la maté. Olyan zenét hallhat tőlem ma délután a közönség, mely az egész világ számára ismerős lehet. Viszont mindez flamenco stílusban lesz előadva, és mindent megpróbálok annak érdekében, hogy a kalocsai közönség közelebb kerüljön ehhez a muzsikához. A mi manera de sentir la música. Y bueno, espero que os guste y disfrutéis de ello. Bueno, minden belülről jön, akkor arra fogékonyak az emberek. Úgy gondolom, hogy Magyarország nyitott erre a zenére, hiszen sokféle kultúra van jelen az országban, így valószínűleg átjön az üzenet a zenén keresztül. Puedo conectar con el público, espero que sí. Sobre todo si las cosas son del alma, creo que no hay idiomas, ¿no? Bueno, olyan családban születtem, ahol a muzsika mindig jelen volt. Nálunk mindenki zenél és művész. Gyakorlatilag a születésem óta gitárt fogok a kezemben. Flamenco, guitarristas, muy reconocidos allí en España, Manolo Sanlúcar, Isidro Muñoz, José Miguel Évora, grandes compositores, y bueno, crecí, me mecían con música y la llevaba dentro, y bueno, empecé estudiando la guitarra y acabé componiendo y cantando. A koncertre nagy volt az érdeklődés. A spanyol művész teltház előtt lépett fel, és mint megtudtuk, a koncertsorozat tovább folytatódott, hiszen másnap a Szegedi Ifjúsági Napok egyik fellépője volt. Acaricia una verdad. Y tú no lo pienses más. No te largas de una vez. No vuelves nunca hacia atrás. Legfárfőzéssel és hagyományőrző műsorokkal avatták fel Fogtő tájházát, a falu új közösségi terére rengetegen voltak kíváncsiak. A helyi emberek mellett a környező településekről is szép számmal érkeztek érdeklődők az eseményre. Édesanyám háza, nálam nélkül te árva, az van a káposzta, csipkés levelére ráírva. Érted nagyobb rózsám, három évig katona. Az van a káposzta, csicskés levelére ráírva. Érted nagyobb rózsám, három évig katona. Ledülött, a széna bogja teteje. Gólya, madár, sejhaj, fészket rak
kapod belőle. Gólya, madár, sejhaj, szépen kerepel a háztetőn. Elhagyott, elhagyott engemet a szeretőn. Ilyen jókedvűen daloltak az asszonyok fogtőn az ünnepségen. Ők főzték ugyanis azt a szilvalekvárt, amivel a tájházavató alkalmából megajándékozták a vendégeket. A tájház ötlete a település alpolgármesterétől, Batáné Páfi Erzsébettől származott, akinek hosszú évek óta volt dédelgetett álma a projekt megvalósítása. Ez úgy kezdődött, hogy még 2015-ben megvásároltuk ezt az épületet. Több házat néztünk a faluba, hogy jó helyen legyen, tehát ne legyen eldugva, azért, hogyha turisták, ugye erre jön a Euróveló út, turisták is láthassák, hogy ez lesz a tájház, és azért választottuk ezt a házat végül is ki. Megvásároltuk, és utána eldöntöttük, hogy akkor ebből tájház lesz, és nekiállunk és megcsináljuk. És segített a kalocsai múzeumigazgató, segítettek különböző hozzáértő emberek, megnéztünk egy csomó tájházat az országba, és elszörnyűködtünk, hogy milyen 50-60 milliós beruházásokat csináltak a tájházat, hát én elállom, hogy nem, mi nekünk nem. Mi az a vásáros együtt 5,5 millióban az egész tájház. Szerencsére berendezést azt első fölhívással a falu népe összehordta, sőt annyit összehordtak, hogy akár 3 tájházat is meg tudnak tölteni vele. Nagyon szigorúan ügyeltünk rá, hogy ne legyen túl zsúfolt. Hogyha valaki megnézi bent, akkor tényleg azt láthatja, hogy ezelőtt 100 éve hogy éltek itt az ősök fogtőn. Nem egészen a legszegényebb réteg, mert ugye azok a nádas kis halászkunyhókba laktak, de nem is a palota, mert néztünk olyant is, ami egy hatalmas ilyen középbirtokosnak a háza, de úgy gondoltuk, hogy az már túl nagy, és inkább egy ilyen se nem szegény, se nem gazdag család által lakhatott ingatlant próbáltunk újra berendezni korabeli bútorokkal, felszereléssel, meg különböző szakemberek, mint ahogy mondtam, különböző szakemberek segítség visszaállítani az eredeti állapotot helyek közzel a modern technika segítségével. Ja, most jól látható az érdeklődés, hiszen folyamatosan jönnek ide az idősebbek, fiatalok is, sőt, mi több, tulajdonképpen egy közös lekvárfőzéssel kezdődött itt ez a mai tájháza avató. Mi lesz itt a mai délutánon a program, mi az, amivel készülnek itt a vendégeknek? Kezdem inkább az elején, tegnap kezdődött már ez a tájháza avató, mert tegnap délután itt megjelent 8-10-12 asszony, és neki álltak szilvát magozni, ugye meghoztuk a szilvát, összeszedtük a faluba a fákra a szilvát, mint egy 65 kilót, megmosták, kimagozták, majd volt egy ilyen közös vacsora, akik föllépnek ma szereplők, meg akik részt vettek ebbe a tájház építésből, akik mind meghívtuk egy ilyen közös vacsorára, este 8-ig itt voltunk. Majd ma reggel, 6 órakor, korán reggel megint megjelentek az asszonyok, ledarálták a szilvát, és úgy, ahogy valamikor régen csinálták, részbográcsba, szilvakeverővel, fatüzelésre nekiálltak, és óránként váltották egymást, kettesével be voltak osztva, és óránként váltották egymást, mert bizony a szilvakeverés, hogyha egy 60 kg szilvát akar főzni az ember, az reggel 6-kor, fél 7-kor odarakták, délután 3 órára lett kész a szilvalekvár, amit ugyan beszedtek az üvegbe. Ezt fogják ma majd ajándékba kiosztani. Hát akinek jut, nem gondoltuk, hogy ilyen túl sokan jönnek, sőt még Kalocsára is nagyon sokan jöttek, meg a szomszéd faluból is, hogy kíváncsiak, hogy milyen lesz a fogtői tájház. Én úgy tapasztalom, hiszen legutóbb a könyvtár átadó ünnepségen voltam itt, hogy itt fogtőn nagyon örülnek az emberek annak, hogy ha egy-egy ilyen újabb közösségi tér kerül kialakításra, jól látom én ezt? Igen, azt kell mondanom, hogy a 99%-a örül neki. Van, akinek nem tetszik, mert mondok egy egyszerű példát. Miért kell tájház? Miért kell erre pénzt költeni? És, vagy a könyvtár is ugyanazt mondta, miért kell könyvtárra, miért kell faluba könyvtár? Mondta neki, itt egy papír, meg egy toll, írd, hogy mire kellett volna költeni. Ja, hát én azt nem tudom. Hát akkor miért beszélsz hülyeséget? Akkor örüljének, hogy valami elkészült. És próbáld meg használni, próbáld meg hasznossá tenni magad, hogy, és kíváncsiság, hogy gyere el, legalább egyszer nézd meg, hogy ugyan mit hoztak ide a többiek össze, mit dolgoztak és mit szedtek, mit gyűjtöttek, mit adott össze a falu, amit nem kidobtak a szemétre, meg eladták az ócskásnak filéreken, azt mondták, hogy örömmel hozzák idebe és elrendékozzák. Az ünnepségen a megnyitó beszédet Kustár Rozália régész mondta. A tájház igazából a fogtőieké ízében, lelkében az, amit átad, mindenképpen az önöké lesz, azé a közösségé,
amelyet önök képviselnek. Mikor felkértek a nemes feladatra, a tájház avatására, elgondolkodtam, miköt fogtőhöz, hiszen talán senki sem ismer engem. Válaszként, ha felszínesnek hatnak is, mégis többet fel tudtam sorolni. Édesapám elbeszélése, ahogy kisfögténél leszállt a buszról, és motorra ülve növényvédősként járta végig a 70-es években a dunamenti falvakat. Olvasmányélmények, szakmai tanulmányok az ártéri gazdálkodásról például. Régészeti lelőhelyek bejárása, vagy éppen felügyelete a Glencore építésénél a vasútnyomvonalán. A település rendezési tervében való közreműködés. És nem utolsó sorban bepillantás abba a munkába, ahogyan a helybeliek kiformálták, elvárásaik szerint alakították a tájházat. Mindezek egyéni személyes emlékek, és mint ilyenek nem a valóság állóképszerű objektív lenyomatai, nem a megítélésünktől független pillanatfelvételek, hanem egykori tapasztalatunk jelentését, értelmét és a hozzáfűződő érzelmeinket hordozó egyvelek. Az emlékeink valójában nem tényszerű beszámolók, hanem inkább annak a megjelenései, ahogy mi magunk megéltük az adott pillanatot. Ha két ember érzékelését összekötnénk, és mindkettő ugyanazt látná, olvasná, érezni az időszakra, helyszínre, eseményre vonatkozóan, akkor is emlékeik lényegesen eltérnének. A kutatások bebizonyították, hogy a memória nem olyan, mint egy adatrögzítő eszköz, ami lementi és később tisztán visszaadja az információkat, hanem rekonstruktív, azaz újrateremtő jellegű. Az emlékezet ebből következően változó és megváltoztatható, nem csak az egyén, hanem külső hatások által is. Ezért is furcsa talán, hogy annyit hallunk a közös, úgynevezett kollektív emlékezetről, melyhez gyakran eszközök is kapcsolhatók annak fenntartására. Meggyőződésem, hogy ilyen eszköz a tájház, mely udvarán ma állunk. Miért is gondolom így? Mert bár 19 tavaszától, amikor először meghívást kaptam, hogy megnézzem az alakuló tájházat, néprajzosként lehetőségem lett volna beleszólni a folyamatba, mely a tájház építését és berendezését kísérte. Azonban hamar egyértelművé vált számomra, hogy kis igazításokon, biztató javaslatokon túl sok szerep nem hárul rám, hiszen Battáné Pálfi Erzsébet és sokak lelkesedése, olyanoké is, akikkel nem is találkoztam, csak az otthon őrzött tárgyakat ajánlották fel a község, közösség számára, itt hiteles értéket teremtenek, olyan értéket, mely a kollektív emlékidézés méltó eszköze lehet. Kutatók szerint az egyéni emlékezet az alapja a közösségi emlékezetnek, de az egyén emlékezetét a társadalom nagyban befolyásolja, mivel az emlékezet tartalmát mindig a csoporton belüli interakciók és viszonyrendszerek határozzák meg, így egy csoport tagjainak az emlékei eltérők lehetnek, de ugyanarra a közös alapra épülnek. A közösség tagjai ezeken az emlékeken keresztül tudnak a saját múltjukhoz kapcsolódni. Maga az emlék is a közös kommunikáción keresztül marad fenn, vagyis egy dologról, eseményről, ha megszakad a kommunikáció, akkor az elvész, tehát elfelejtődik. A múlt pedig egy rövid időre fel is elevenedett ezen a délutánon, hiszen a helyi hagyományőrző csoportok, előadók mindent megtettek azért, hogy ez az új közösségi tér tele legyen tartalommal és élettel. A műsorban a Fogtői Hagyományőrző Néptánc Együttes, a Vegyes Kórus, valamint a Fogtői Mikroszínpad tagjai közreműködtek. Majd Balaton László húzta harmonikával a talpalávalót. Fagyos tél, bús nap után végre egyet pihenek. Asztalomnál ülök, s írom egyik versemet. Egy sarokba rádió szól, benne halk cigányzene, többet ér az operánál, a zöldök bújjék bele. Kopott tollam, akad ropog a papíron, valamennyi gondolatom türelmesen csak írom. Fönn a falon egy vén óra motyog inkább, mint ketyeg, tompa hangján régóta számlálja perceket. Mellettem ül feleségem, kézi munkát kötöget, néha-néha ötetlesen nézem, amint öltöget. Pici ajka mozdulatlan dalol egy busz dallamot,
ringatja a jövőt, meg a síró holnapot. Háta mögött egy kis kályha, benne élénk láng lobog, a szegényes kis szobát melegével mosolyog. Így múlik majd az életünk csendes téli estéken, velem együtt boldog lesz majd jó anyám meg kedvesem. Kályha mellett a sarokban üldögél jó anyám, olvasgatva elmélkedik egy régi szent Biblián. Villanylámpa sámpat fénye körül fonja ősz haját, mint a szent képen látni a mennyei glóriát. S míg az öreg óra mutatója tízre jár, abba hagyom írásomat, puha ágyon vetve vár. Mindnyájon pihenni térünk, jó anyám s kedvesem, a holnap jövője sem sír, ő is alszik csendesen. Elcsendesül a kis lakás, csak az élénk láng lobog, odakint a téli szélbe lomtalan fa nyikorog. Egy ideig szórakoztat a természet zenéje, aztán édes álom borul mindannyiunk szemére. És lassan minden semmivé lesz, immár minden szunnyadó, csomtá dermed fagyos földre nesztelen hullahó. Egy jobb létről álmodozva alusszuk az éjeket, hogy új reggel, új erővel küzdhessük az életet. Hey Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Dunáról fúj a szép, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dunáról fúj a szép. Hey Dunáról fúj a szél, feküdj mellé, majd nem ér, Dunáról fúj a szél, nem fekszel minket mellé, mert nem leszek a kendé, Dunáról fúj a szél. A nap folyamán egy szilvafát is elültettek a szervezők, melynek terméséből a tervek szerint nem sokára szilvalekvárt lehet főzni. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, kulturális magazinműsorunkkal és új témákkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!